mindig minden első csókomat elrontottam. Miért? Ö, mert ha zavarba vagyok, akkor beszélek. De te zavarba tudsz jönni ilyen <laughs> szituációban. Persze, ne viccelj, hogy ne, persze, persze. Tehát, hogy mondom, hogy több más gondolnak rólam az emberek. Nagyon. Persze, és mindig elképzeltem, hogy az első csók, hogy ezt tudod, hogy ilyen filmekben látod, hogy ez mennyire fantasztikus, hogy ott a pasi, ott néznek egymásra, és el, elkezd egymás felé menni a fejük, és lassan, na én ennél a pont, na, és elkezdek beszélni. Ki menekülsz a szituáció. Hülyes, igen. Tehát, hogy valami miatt az ilyen romantikus szituációk engem feszélyeznek, és uh, nem tudok velük mit kezdeni. Pár amikor a férjem megkérte a kezemet, háromszor kérte meg, első körbe elkezdtem úgy nevetni, hogy szó szerint leestem a székről, ő megsértődött, és nem szólt hozzám egy pár napig. Szerintem két napig biztos, hogy nem. Tehát nem értette a szituációt. Férfiként mondom, tehát még lehet, hogy olcsón megúsztattál. Két nap, az nem olyan sok idő egy ilyen reakcióra. Fontos tanár, meghatározó szerelem, odaadó családtag, hűséges barát, sőt, akár egy popkulturális ikon, vagy egy szépirodalmi hős is lehet sorsfordító hatással az életünkre. Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a Nemek igenje, a potpet.hu és a YouTube csatornám új sorozata. Nőkről és férfiakról, nőknek és férfiaknak. Mostantól minden szerdán, hol egy híres hölgy, hol pedig egy közismert férfi vendéggel beszélgetek, és arra kérem őket, hogy idézzék fel azt az öt ellenkező nemű szemét az életükből, akik valamiért kitörölhetetlen hatással voltak rájuk. Mit adtak? Hogyan formálták az életüket? És vajon mi mindenre tanították őket? Kiderül a nemek igényéből. Hallgassák meg a teljes vágatlan beszélgetéseket és extra tartalmakat a potpet.hu-n. Neked sok volt ez az ötös szám, vagy hogyha azt kértük volna, hogy tíz legyen, akkor tudtál volna tizet mondani. Nagyon érdekes volt, mert amikor először kaptam a telefonhívást, akkor sok volt. Tehát elkezdtem gondolkozni, hogy öt pasi az életemből. Mondom, az, az rengeteg. H hogy tudnék összeszedni öt fontos pasit? És most, hogy összeszedtem magamban, hogy kik lesznek azok, rájöttem, hogy mondom, te jó ég, ki kell hagynom az ikertestvéremet, ki kell hagynom az öcsémet, és rájöttem, hogy egy csomó olyan pasi van még az életemben, akik hatással voltak rám, nyilván hatással voltak rám, és nem tudok róluk beszélni, úgyhogy csak azért is fogok. Szerinted mi múlik az, hogy ki mennyire formál minket. Nyilván az, hogy mennyire érint meg. Tehát, hogy azt azért most már ennyi idősen tudom, hogy vannak emberek, akik azért érkeznek a, az életünkbe, a legtöbb nyilván, mert céljuk van, és amikor az úgy be is teljesítette a feladatát, azt, azt el kell engedni. Most ezt már tudom ennyi idősen, sokáig nem tudtam, és görcsösen ragaszkodtam emberekhez és kapcsolatokhoz, amiknek valószínűleg már nem nagyon volt létjogosultsága. És valószínűleg ezek az emberek, akikről meg beszélni fogunk, vagy beszélgetünk, ők, ők azért hagyhattak mélyebb nyomot, mert egyrésztről nagyon hosszú idő, időt töltöttek az életemben, rá, rá, másrésztről pedig nagyon, nagyon különleges funkciójuk van. Tehát egy, egy, egy mondjuk egy apának azért mégiscsak, mert mondom, ezt megint, hogy az ikertesomat kihagytam. De biztos meg fogja érteni, pláne, de az hogyha más, tudod, más. Persze. Az teljesen más. Na, de kivel kezdjünk? Ki az első? Ha, akit szeretné, csukott szemben bökér rá valamelyikre. Legyen mondjuk akkor a papá. Tudomásom szerint ő egy nagy, itt. Nagypapám vagy apukám? Apukáddal. Jó, kezdjük. apu. Jó, ő egy nagyon különleges ember, aki gyerekkoromban gyakorlatilag alig láttam, mert rengeteget dolgozott, tehát ő vendéglátóiparban dolgozott. Tehát, hogy mi, mi voltunk azok ikertesommal, akik így felváltva próbáltunk, amikor otthon volt a figyelméért küzdeni, és szerintem mindketten másképp láttuk ezt, ezt felnőttként gondolom uh -huh. így. Tehát gyerekkoromban azt gondoltam, hogy, hogy sokkal jobban szereti az ikertesomat, mint, mint engem. Miért gondoltad ezt? Mert egy ilyen pasis családba szocializálódtam, és szerintem ma ezt szokta mondani mindig, hogy én egy ilyen pasis nő vagyok, hmm. és tényleg az vagyok. Tehát, hogy fociztam gyerekkoromban azért, hogy tudjak játszani kertesommal. Egyszerűbb volt, mint őt babázni hívni, ugye, hát fiú lévén. Tehát ez, ez sokkal, sokkal, egyszerűbb dolog volt. És, és mindig azt gondoltam, hogy, hogy apunál valahogy olyan különlegesebb helye van, de lehet, hogy, hogy pasiként nehezebb nőt kezelni. Ezt most látom a férjem is a kislányom vonatkozásában. Téged nehezebb... volt kezelni? Én egy áldott jó gyerek voltam, megfelelési kényszerrel és hatalmas szeretetésséggel. Egy ilyen gyereket azért nagyon könnyű kezelni, ugyanis nálunk nem volt mondjuk B-variáció, tehát nem volt négyes jegy, tehát ne, ne, semmi nem volt, mindig a maximalizmus volt, amit akkoriban gyűlöltem. Most már nyilván hálás vagyok a szüleimnek azért, főleg anyunak nyilván ő, ő, ő hozta ezt ki belőlünk, hogy ez így alakult. Miért vagy hálás? Mert megtanított nagyon keményen dolgozni és, és küzdeni, tehát hogy azért a részért, igen. Az, hogy megfelelési kényszeres vagyok, és folyamatosan azt gondolom, hogy hogy mindenkinek, ezt nagyon sokáig gondoltam, most azt hiszem az elmúlt egy évben kezdtem felnőni ilyen téren is, és kezdtem lerakni azt a, azt a fajta ö, folyamatosan bólogatsz, mindig mindenre azt mondod, hogy neked ez jó, nem mersz kiállni a véleményt. Nem voltál. Igen. De úgy, hogy belül dübörgött benne az, hogy menjetek már a fenébe, és közben jó arcot vágtál hozzá. Igen, mert egy ilyen kis szolgalelkű, szorgalmas kis emberke voltam világ életemben, és ehhez mondjuk a sem a ba, ugye én, én, balettáncosként végeztem, aztán ugye, ugye a színészet irányába vettem a, az irányt, és azért egy, egy színész az nagyon szépen integrálható egyfajta hatalomban, Nyilván mi elismerjük a rendezőt, mint fölöttünk álló felettes szervet és, 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 és hatalmat, és amikor ő azt mondja, hogy te ugorját a kerítésen, akkor én Max megkérdezem, hogy melyik irányból. Pedig holott belül nyilván tudom, hogy átugrani a kerítésen egy őrült nagy baromság, de abban a pillanatban megcsinálom. Sok ilyen Igen. volt? van. Mondasz is egyet, ami. Rengeteg. Mondd. Hogy, hogy, azt nagyon nem kellett volna csinálni. A mai eszemmel már szétcsaptam volna Nem köztük. csak munkákról, hanem mondjuk, kolé... Tehát, hogy persze nyilván voltak olyan munkák és volt, vállaltam olyan, olyan elé... előadásokat vagy fellépéseket, ami után nem feltétlenül büszkeség töltött el a színpadon állva, mert úgy éreztem, hogy nem az a szint, amit én szeretnék csinálni. Tehát ilyen például volt, sok ez mi poénból mindig azt mondjuk színház hogy arccal a kassa felé, vagy a pénztár felé. Szerintem mindenkinek az életében egyébként vannak ilyen megalkuvások mert, mert vannak szerelemmelók, és, van, és, és azt érzed valahol, hogy, hogy, nem csak szerelemmelóból, tehát nem csak cukorkából áll az élet, hanem időnként van, van romlott étel is, tehát hogy nem, nem, csak a, nem, csak az édes van. És nem csak ilyen ebbe alkuttam meg, hanem mondjuk, amikor volt olyan kollégám, aki nagyon nehézen elviselhető természet, szisztematikusan csinált ki mindenkit a környezetembe, most is van egyébként ilyenem, és és hogy nem szólok és nem szóltam soha, és nem Ma mondtam sem. azt, hogy ö, azt mondom, hogy egy éve történik az velem, hogy így valami valami megváltozott bennem, és, és most már nagyon kezdek kiállni magamért, ami ennyi idősen. Hát valljuk be, azért ez nem a legkorábbi időpont, de 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 megmagyarázom magamnak, tehát ideológia, gyártok nyilván erre is, hogy jobb, jobb később, mint soha. És most kezdek rájönni arra, hogy ezek az ezek az elfolytások, ezek, ezek nem vezetnek feltétlenül jó irányba, vagy jó útra. Nem lehet, hogy nagyon igazodni szerettél volna édesapádhoz? És nem ebből csak édesapád, a... mindenkihez. De hogy kezdetben ő neked egy ilyen irányjelző volt. Há, anya, anyás voltam, tehát inkább anyát istenítettem, és mivel apa nem volt otthon sokat, ezért abban a kis időben próbáltam nyilván küzdeni érte, sok más tesommal együtt, tehát többen indultunk ezen a, ezen a vonalon, de hogy de biztos benne van, tehát ez a folyamatos megfelelési kényszer, megmondom, szeretetésség, ez, ez biztos, hogy hogy nagyon mélyről fakadhat meg gyerekkoromból, persze. Csak persze. azért kérdeztem vissza arra, amikor azt mondtad, hogy nagyon hálás vagy azért, hogy maximalistának neveltek, tehát csak mm. a jó jegy volt a jó jegy, nem volt középút, Hogy az ilyen emberek én, én azt szoktam megfigyelni, Na. hogy nem tudnak igazán elégedettek lenni. Ritkán veregetik meg a saját vállukat. Ez így van. Ez maxi, az, 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 abszolút így van. Ezen is elgondolkodtam többször, hogy az elmúlt öt évben azért elég nagy utat jártam be, már nyilván előtte is, de hogy a saját szintemhez képest nagyon nagyot léptem abba az irányba, amit mindig is szerettem volna képviselni, vagy amit mindig is szerettem volna csinálni. És hogy egyszer megkérdezte tőlem valaki, hogy egyébként leültél, már is így veregetted meg a váladat, hogy és meg, megsimogatva a kicsi babszikát, aki belő volt, hogy, hogy megcsinálom az életemet, hogy, és mondtam, hogy nem. És Azóta legritkább sem? esetben. Nem, mert hogy amint, amint belekezdek mondjuk egy munkába, már akkor azt nézem, hogy jó, rendben, ezt most megcsinálom, jó lesz, mi a következő, hogy, és én sosem pihenek. Hm. Sosem pihenek. Tehát, hogy igen, magamat kéne azt hiszem jobban szeretni, de de ehelyett így szétosztom ezt az egészet, és hogyha van 5 percnyi időm, akkor nem leülök magammal egy kicsit, hanem a, nem tudom, sütök a gyerekemnek még két palacsintát. De hogyha ezt tudja az ember, és így se csinálja? És így se csinálja, akkor azért a fölvet kérdéseket, hogy vajon miért? Most például elkezdtem keményen edzeni, tehát azt gondolom, hogy az edzőterem például az én időm, ahol legalábbis kidolgozom magamból azt a, azt a sok stresszt, vagy azokat a negatív érzelmeket, negatív dolgokat, amik érnek. Tehát én már sírtam a Google keretbe például, és nem azért, mert nagyon fájt, persze kellemetlen volt a gyakorlat, hanem azt hiszem, hogy például ott szakadt ki belőlem, de neki állni nyilván jogázni, neki kínálni picikét befelé fordítani, Fordulni, és így ilyenkor jön az mindig, hogy de, de mikor? Hmm. Bár, hogy így mikor adok magamnak erre időt. Tehát, hogy mikor kezdem el végre magamat szeretni, azt nem tudom. Melyik volt az a dicséret például édesapáttól, ami úgy nagyon megmerengette a lelked? Hát nyilván most azért az utóbbi időben nagyon sokat beszélünk telefonon. Volt egy időszak, vidéken laknak, úgyhogy viszonylag nehezebb azért találkoznom velük. De hogy most azért minden, hát napi szinten beszélünk telefonon, és, és minden elismerés az, ahogy, ahogy, látom, ahogy gyűjti rólam a kis anyagokat, hogy, mind, ahogy rohan egyből az újságoshoz, amikor bármi megjelenik, tehát hogy, hogy látom rajta, hogy ez neki, neki most ez mennyi, mekkora büszkeség. És ez meg neked nagy büszkeség. Persze, persze, boldog vagyok, és akkor nem ha csak bármi megjelenés van, bárhol két mondatra, ezt most már harmadszor hallgattam végig a héten től, hogy egyébként ez az interjú mikor fog megjelenni, ő ezt hol fogja látni. De jó. De, persze, persze, és ez jó érzés. Tehát gyerekkoromban nem tudom miért nem éreztem ezt. Megkérdezted tőle valaha? Nem. Soha. Hát ez a műsor jó apropó Ezek után biztos, hogy igen. Ezek után biztos. Mire gyanakszol? Ez férfi szemérem? Bennünk azért van ilyen szerintem férfiakban, hogy nehezebben adjuk tudtára a másiknak, különösen gyerekek esetén vagy szülők esetén, hogy mit érzünk. Egy partnerkapcsolat más, igen. de a gyerek és a szülő az, az egy másik helyzet szerintem. Valószínűleg így van, valószínűleg így van. Nem tudom, anyuval vagyok inkább ilyen lelkizősebb, tehát nála azért ez így többször előfordult, hogy, hogy kibeszéltünk dolgokat, és és tök érdekes, ott is nagyon sok mindenre jöttem rád. Anyával nagyon sokat beszélgetünk erről, valószínűleg mondom, a pasi lány viszony az, az egyel nehezebb, és én, én ebbe találok magyarázatot apu és az én viszonyomra gyerekkoromban, hogy nem éreztem azt a fajta átütőszerelmet, mert hogy én látom a lányomon és a férjemen, tehát ők, két percre hagyom őket magukra, már összevesznek valamin de ilyen semmi dolgokon felhúzzák magukat, és akkor mindenki jön oda hozzám, hogy de, 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 és mondom, hogy férjem is, tehát hogy kamaszodik, tehát hogy több megértés, és kérdezi, hogy én hogy csinálom, nem tudom, ilyen téren belazultam, tehát hogy, vagy jobban meg tudok érteni egy 13 éves lányt nyilván, mint, mint, ő, és ez természetes. És aztán ez lehetett apánál is, hogy nem tudod, hogy kezelni, meg kevés időt volt otthon, és nem tudom, ilyes. Na ki a következő úriember? Kit szeretném? Legyen mondjuk akkor a nagypapa. Nagypapám. Ő anyai nagypapád. Igen. Ő Gyoma Endrődről származott a nagypapám. Balázs Andi volt nálad, ugye Igen. ő is, ő is gyomai. Jó környék, nagyon szerettem. És őtőle azt hiszem, hogy azt a fajta kitartást, őszinteséget. tehát ő például egy nagyon őszinte ember volt, és, és most, hogy mondom, felnőttem, és elkezdtem tudatosabban élni és gondolkodni, nagy etalon lett nekem a papa. Igaz, hogy akkoriban, amikor ő volt fiatal, még inkább a keze járt el, hogyha valami igazságtalanság De nem rátok, hanem a nem. családja hát, 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 sétált a parkban nagymamámmal, valaki sötétedett, ezt a a sztorit, valaki aki mondott valami félbeszólást a mamára, és a következő pillanatban egy, egy puffanást hallottak a háttérben. Ő katona pap, volt, ugye? Pap, hát katonaként került Szexádra, és akkor utána pedig rendőrként leszerelt, akkor rendőr lett, és aztán, amikor 56 forradalom, akkor hallotta, hogy Pécsen verik a diákokat, és rendőrként úgy döntött, hogy ő a diákok mellé áll nem, tehát hogy nagyon, nagyon megverték őket, és aztán diszidáltak, kimentek Angliába, Bristolba nagymamámmal, akinek olyan honvágya volt, hogy két év után hazajöttek, amikor kezdtek egyébként ott kiegyenesedni, két év után hazajöttek, sírva csókolgatta az anyaföldet, és onnantól kezdve neki nem volt könnyű élete. Tehát, hogy volt rendőrként, diszidánsként visszatérni, és nem is nagyon beszélt arról az időszakról, ő például. Utána a Bonyhádon az Ománzgyárba volt sofőrként dolgozott élete végéig, de kőkeményen, kőkeményen mindig kiállt saját magáért és az igazságáért, le vagy nem, nem ököllel, de, nem, nem, nem a családtagok ellen, tehát nem volt bántalmazói kapcsolat, de hogy, hogy ezt például... Imponált hogy... neked az ő férfiassága, Persze. Ugye? Ilyen, ilyen délceg embert képzelek Igen, el, aki úgy... A legcsodálatosabb kék szemekkel, ami létezik. Hm. Ti úgy rajta? Nagyon szerettem a nagypapámat. Amikor meghalt, van videóm a, a telefonomba. Alzheimer kóros volt, és nagyon-nagyon és, és nehezemre esett bemenni hozzá, beszélgetni vele. Az utolsó három nedévében egy, egy otthonban volt már, mert speciális kezelést, ápolást igényelt. És vannak felvételeim az utolsó beszélgetésünkről. A mai napig nem tudtam egyébként visszanézni és anya pedig nem ért haza, tehát meg, a papa meghalt, és akkor anya egy olyan Los Angelesben él anya, ő egy olyan két nappal később érkezett meg, tehát ahogy jutott repülőjegyet venni, tehát nem nem tudtuk, hogy ekkor, ilyen nagy a baj ak akkor éppen, és akkor hazajött, és, és már elkésett. És akkor anyának a 60. születésnapjára három éve azt adtam ajándékba. Hú, most elmondtam, hogy hány éves, és akkor biztos ki lesz akadva rajta, mert ő is meg fogja hallgatni. Tehát, hogy azt adtam neki ajándékba, hogy elvittem a bujkatóni bácsihoz. Neki van ez a három széke. Most ebben valaki hisz, valaki nem hisz. Teljesen mindegy. Nagyon érdekes kirándulás volt egyébként ez nála, mert, mert mindig beszélünk a, a, arról, hogy ki hova lép tovább a halála után, de hogy, hogy ott megkapsz egy bizonyosságot, ami nagyon fura. Tehát, hogy, hogy megnyugodva jössz ki tőle úgy, hogy... hogy, hogy, hogy tudod, hogy van hova menni. Tehát beszélgettetek a nagypapád? Igen, képzeld, hogy ez egymással szembe ülünk ugyanígy, uh -huh. és egymással szembe így rárakjuk erre a kis székre a kezünket. A kis szék alatt egy zsírpapír van. Az egyik lába a kis széknek egy ceruza. Stóni bácsi, ő azt mondja, hogy ő csak nyit egy, egy csatornát, nagy a szeretteink azért a az nagy részt velünk vannak. És az első kérdés, amit feltesz, hogy akit megidéztünk, anya ott mondta, hogy ő az édesapjával szeretne beszélni. A széket nem tudott tolni, mert érzed, hogyha a másik húzza, vonja, tolja. És, és akkor Tóni bácsnak az első kérdés az, hogyha jó embert idéztünk meg, akkor kérlek írd le a vezeték nevedet, hogy mi volt a neved, amikor éltél. És a nagyapám kézírásával ekkora vettük be, nem tud leírni. Leírta a kis szék, hogy kereki. De ja, hogy, hogy a szék írja le? Tehát ott van egy papír, elindul a szék? Elindul a szék. Nem, ne hülyeskedj. Elindul a szék, és a saját kézilásával leírta, hogy ki. hogy ti távol álltok az asztaltól. Ne, mi, rajta van a kezed így a széken. De nem Igen. tudod nyomni, te nem tudsz írni. Ezt meg kéne tanulni írni azzal, ami valószínűleg ilyen több hónapos történet. De ki lenne. fogja a ceruzát? A széknek az egyik lába a ceruza. Elképesztő. És megindul. És akkor jön oda, hogy simogasd meg az unokát kezét, jön a szék, és elkezd elképesztő. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a bizonyosságot kapod meg. Anyunak mondom, ezt adtam születésnapjára, hogy miután elment a papa egy két évre rá, hogy tudott vele beszélgetni. És nektek is egy nagy megnyugvás volt, hogy nem érít véget ez a földi utazás, hanem. Tehát, ha valamiért érdemes elmenni a Tóni bácsihoz, akkor inkább az, hogy. És aki kevésbé spirituális, tehát, hogy, hogy én elküldtem a férjemet is, akinél földhöz ragadta a materiális. De nincs, nincs, nincs nála, nincs nála. És, és meg, tehát, hogy mindenki számára a meglepő, aki elmegy oda, és nem tudsz rám rázatot adni, de talán nem is kell. De, de mindenképp úgy jössz ki, hogy két napig mosolyogsz, sokkot kapva mosolyogsz, <laughs> és, és tudod, hogy van hol menni. És, ez, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb a bizonyosság. Na válasszuk akkor egy következő úri Na. Jöjjön az első szerelmed? Jó, hát. Mert akkor így tartunk valamifajta kronológiai no. évet. Jó. Ő volt az első fiú, ő volt az, az első, első lány. Fiú, az első... <laughs> az első fiú az életedben, Igen. vagy ő volt az elsőprő? Nem, ő, mindenben ő volt az uh -huh. első számomra és ismertem már általános iskolás korom óta, tehát hogy ugyanúgy bonyhádon nőtt fel, ahogy én, másik általános iskolába járt, és amikor néha mentünk át egymáshoz diszkóba, akkor így nézegettem, amikor az két iskolának volt ilyen suli diszkója, szigorúan este kilencig, azt hiszem. Ő akkor idősebb nálad, ugye? Nem, egy idősebb egy vagyunk. Egy teljes mm -hmm. mértékben egy idősebb. Egy hónapa idősebb. A számít? másik. <laughs> nem, Azt <laughs> tulajdonképpen nem. Más hónapa idősebb. Annyira érdekes egyébként, hogy van egy kisfia, és az én születésnapomon született. Tehát, mm. egy napra pontosan, nagyon, nagyon érdekes, hogy az élet miket produkál. Na de ő volt így az első szerelem az életemben, és az azért volt fontos, mert hogy mi együtt találtuk ki azt, hogy Budapestre költözünk, tehát mi együtt költöztünk. Hány évesek voltatok? Hát 18. 18. Tehát, hogy befejeztük a középiskolát, ő Bonyhádon járt középiskolába, én Pécsre jártam középiskolába, és hát nem nagyon volt más lehetőség. Ugye én, én színházat szerettem volna, tanulni szerettem volna, az nem működött ugye sehol máshol, csak Budapesten. Neki meg igazából a suli választás, hogy milyen főiskola vagy egyetem, az, az, az kicsit ő rugalmasabban tudta kezelni. Úgyhogy Budapest lett, és akkor mi össze is költöztünk. De ez az a klasszikus első szerelem, amikor azt gondolja az ember, hogy hát ez életünk végéig. Itt nem nincs emberi erő, ami minket szét tud választani. Az a tipikus szerelem, ami nagyon ritkán van az embernek az életében ami olyan szinten elsöprő, hogy, 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 amikor fáj a másik, amikor a másik nélkül töltesz, uh -huh. akár csak három órát. Amikor nincs, nem, úgy hogy érzed, hogy nem kapsz levegőt a másik nélkül. Na, az a fajta elsöprő szerelem, és ebből azért úgy nagyon nehéz volt kijönni. Viszont a pozitívom, hogy együtt költöztünk Budapestre, és mi valahogy úgy vigyáztunk egymásra. Amiért valószínűleg mindkét család nagyon hálás volt, hogy nem keveredtünk bele igazából semmibe, mondjuk az én kis szolgalánküségünkkel <laughs> amúgy mibe keveredtünk volna. Tehát ilyen nagyon szabálykövető ember voltam világéletemben, a mai napig, és ezt így, és ezt szerintem senki nem gondolja egyébként. Nem. Valóban Ugye? nem. Valóban nem. Ugye mennyire ebből a szempontból mennyire szabálykövető vagy? Szerinted ennek az ellentmondásnak mi a, a, magyarázata? Hogy más kép él rólad, mint amilyen valójában vagy? Tehát a a szabálykövetés... Valószínűleg. Pedig néha időnként tombolok. Tombolsz? Az milyen? Igen, és ki kéne jöjjön. Tehát, hogy azért szoktam, hát szoktam én azért kiabálni, meg, szok, meg, meg, belülről, tehát, hogy, hogy kiabál a lelkem az igazságtalanság ellen nagyon-nagyon sok esetben, csak eddig nem mertem mérlegre tenni. De hogy a nyilvánosság miért nem így könyvel el, vagy miért nem ez a kép élhet rólad? Nem tudom, szerintem az emberek azt akarják látni belőled, amit látni akarnak. Ez az ő Belőle Belőled ödüntésük. mit akarnak látni? Hát nyilván elindult ez a reality a feleségekkel, akkor, akkor nagyon sokáig azt a képet akarták látni, most, most egyébként egy ilyen vicces nőnek tartanak, legalábbis a legtöbben így vannak vele, ami rendjén is van, de hogy hogy azt a részt, hogy, hogy te mi melót teszel bele, azt nagyon ritkán akarják látni. Szerintem sokkal könnyebb életet gondolnak ö, nekünk, hogy sokkal könnyebb életünk van, mint amiben egyébként ténylegesen élünk. Ez bántja a hiúságot? Nem. Hogy nem, nem látják mögötte a tartalmat, a mélységet, a munkát? Már nem, mert mondtam, hogy igazából nincs hatással az életemre. Pár ember fontos nekem nagyon nyilván, ha ők látják, az, az most már elég. Régen nyilván úgy voltam vele, hogy jobb lett volna, hogyha ezt így tömegesen elismerik azt, hogy te mennyire fantasztikus vagy, de hát nyilván ez nem így történt, de hogy nem feltétlenül azt akarják látni benne. Tehát nem, nem, akarnak szerintem egy olyan nőt látni, vagy valószínűleg az unalmas is, aki otthon van, főz. Tehát, hogy, hogy nem ez a tartalom mostanában. Tehát, hogy vagy, nem tudom, szeretek festményeket főítők, elsök, adikat, tehát hogy, hogy vannak, vannak szenvedélyeim, de hogy én ezt mondjuk elmondom egyszer, elmondom kétszer, és nem, tehát hogy, hogy erre tényleg senki nem kíváncsi. Az, az a szörnyű, de hogy hány táskát vettél múlt héten arra, meg igen, és nem érzem azt egyébként, hogy ez az én szegénységi bizonyítványom lenne. De azért engem például bántam ez fordított esetben. Komolyan. Tehát, ha én a gyűjtök, és azt gondolják volna, hogy engem a táskánál, vagy az én érdeklődésem megáll a táskánál, engem rettenetesen bosszantana. És mit tudsz csinálni? Hát megpróbálnám azt az arcélem kidomborítani a médiába és minden szerepléskor, hogy tudják, mögém is lehet nézni, és nem csak a felszínt látni. Há, nagyon sokáig azt gondoltam, hogy például ez a feleséges műsor majd az lesz. Nem így alakult. Hm. Tehát, hogy vagy... amikor én belementem ebbe az egészbe, akkor azt gondoltam, hogy, hogy több lesz. A, ez a, tehát hogy több tartalom lesz erről. Tehát, hogy amikor mi ezt elkezdtük, a, akkor egy olyan csapat állt össze, ö, olyan nőkkel, nem, nem, nem az lett a végleges csapat a pilot forgatásnál még, akik, akik tényleg igazán. Ö, Igazán sokat tesznek, és én azt gondoltam, hogy ez olyan lesz, hogy, hogy egy nő, aki sok mindent elért az életében, majd meg tudja mutatni, hogy hogy, hogy, hogy mennyi minden, mennyire tartalmas, mennyire értékes, de nem, nem, nem ez lett belőle. Menet Tehát, közben közben egy... érezted, hogy itt kicsit félrecsúsztak a dolgok? Igen. Szóltál-e? Hát nem mondtad, hogy te nem vagy az a konfliktus vállaló ember. Többször elmondtam, hogy annyira szuper lenne, mondjuk, hogyha eljönnének színházi előadásomra, ott forgatnánk egy kicsit, hogyha meg egy kicsikét más oldalamat is meg tudnám mutatni, de de, de nem, nem sok, sosem sikerült ezt megoldani. Hm. Hát szépen homing. fogalmaztam? Abszolút, abszolút. <laughs> hát, ha még a jövőben tudod ezt az arcéled kidomborítani, viszont vissza az első szerelmethez, Na. az miért ért véget, amennyi ránk tartozik? Elmúlt szépen lassan. Tehát azért nagyon sok inger éri az embert, nyilván őt is érte, engem is ért. Amikor megismerkedik két ember, akkor, tehát, hogy ott a 17 éves énünk, sőt, hát mondom, ismertem általános iskolától kezdve, hogy a 17 éves énünk találkozott, és, és mire ott tartottunk, hogy 23-24, addigra már, már teljesen más hatások értek, más lett a baráti kör, és valahogy elmentünk egy, egy másik irányba. Megmaradt ennyi. a jó kapcsolat? Ö, nagyon sokáig igen. Most egyébként a, inkább a feleségével szoktam kommunikálni, de, de örülök, hogyha látom nagyon, persze. Hát azért tényleg életem része. És mondom, no ez meg mekkora csoda, hogy a, mondom, a gyerkőcük a pont azon a napon Egy a kicsit mondani. el is futja a könny a szemed, mikor meglátod azt a kicsit? Hogy eszébe jut az embernek? N nagyon sok minden jut eszembe, amikor mondjuk találkozom, vagy látom őket akár valami social media felületen, Persze, rengeteg emlék jön vissza, és tök jó, hogy inkább a pozitívak. Tehát, hogy nyilván volt egy-két negatív dolog is, de hogy mire az ember eljut egy szakításig, de, 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 a pozitívum jön vissza, és egy picit mindig visszajön vele az, hogy, 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 hogy mennyire jó tehát hogy Az első szerelmek azért fantasztikusak, mert olyan dolgokat engedsz meg magadnak, amit a későbbi életed során nem, nem nagyon. Tehát nem engeded meg a, a feltétlenül azt a luxust, hogy, hogy olyan bátran szeress és, és kitárdak is lelkedet, mert a későbbiek folyamán, akárhányszor tettem ezt meg, az, az a, a, mindig rosszul jártam. Tehát, hogy. De visszaéltek nem. a férfiak ezzel, volt te választottál rossz? Hát biztos mindkettő, hát nyilván uh -huh. nem, nem azt mondom, hogy én vagyok a zseni, aki jól választ valit. és azok a csúnya alá férfiak mindig, mindig átvertek, de hogy, hogy az volt az egyedüli olyan talán tiszta szerelem fiatal koromban, ami, 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 nagyon sokat adott nekem, és ahol bátran lehettem tényleg önmagam. Aztán később rájöttél, hogy nem, mert akárhány szerelem jött az életedbe, persze, adjad önmagad, és rájössz, hogy abban a pillanatban, hogy elkezded zúdítani az érzelmeidet, de a polimás sehol nincs. <laughs> Tehát, hogy pont egy azt mondogattam, hogy ha el akarsz üldözni egy pasit, akkor, akkor igazából nem azt kell mondani, hogy elmúlt, hanem azt mondod neki, hogy szeretnék gyereket szülni neked, te vagy életem párja, és egyébként másnap már ott sincs. Tehát, hogy így... hát Legtöbb esetben így van. Ha korán mondják ezt a nők, akkor ezzel lehet üldözni. És tényleg, ez valóban így van. <laughs> Igen. Viszont amikor az ember x év után találkozik egy ilyen nagyon meghatározó szerelemmel, mondjuk ő véletlenül, tehát nem szervezett keretek között, hanem akkor zavarba vagytok. Hirtelen mindent akarsz mondani. Volt ilyen, hogy mentünk fellépésre, és ö, tök hülyeségeket beszéltem, tehát utólag gondolva, persze. Tehát, hogy, hogy találkoztunk egy benzinkúton. És ott volt velem az egész, egész csapat, de nem tudom, Oswald Marika, Buchtibé, tehát hogy mindenki ott volt, nem tudom, Zsóka, nem, tényleg sokan voltunk. És, és tudom, amikor megláttam a benzinkúton, és mondom, gyerekek, gyerekek, <laughs> volt az első szerelmem. Hát szerintem majdnem hozzámentem. Nem, 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 akartuk. És tudod, és elkezdesz ilyen őrült baromságokat beszélni. az ember, persze. persze. mert hogy nem láttuk egymást tizenik szévig, és akkor ő meg szerintem ott is. Nem nagyon tudta, hogy mi történik. Ráadásul úgy nem, hogy odavittem egyesével a kollégáimat, hogy nézzék meg. Hát ember legyen a talpán, aki ebből ki tud úgy jönni, hogy nem jön zavarba. Nyilván, nyilván, nyilván. nyilván. Tehát, hogy furá, furán jött ki. Tehát, hogy így, persze. Meg én egyébként is az a típusú nő vagyok. Valószínűleg ez most így megint nem látszódik, de hogy mindig minden első csókomat elrontottam. Miért? Mert ha zavarba vagyok, akkor beszélek. De te zavarba tudsz jönni ilyen ne, Persze, ne viccelj, hogy ne, persze, persze. Tehát, hogy mondom, hogy te más gondolnak rólam az emberek. Nagyon. Persze, és mindig elképzeltem, hogy az első csók, hogy ezt tudod, hogy ilyen filmekben látod, hogy ez mennyire fantasztikus, hogy ott a pasi, ott néznek egymásra, és el, elkezd egymás felé menni a fejük, és lassan, na én ennél a pontnál és elkezdek beszélni. Ki menekülsz a szituáció. Hülyes, igen. Tehát, hogy valami miatt az ilyen romantikus szituációk engem feszélyeznek, és és nem tudok velük mit kezdeni. Amikor a férjem megkérte a kezemet, háromszor kérte meg. Akkor térjünk is rá a negyedik úri emberre, a férjedre. Háromszor kérte meg a kezemet. Első körbe elkezdtem úgy nevetni, hogy szó szerint leestem a székről, ő megsértődött, és nem szólt hozzám egy pár napig, szerintem két napig biztos, hogy nem. Tehát nem értette a szituációt. Férfiként mondom. Tehát még lehet, hogy olcsón megosztott. Tehát két nap, az nem olyan sok idő egy ilyen reakcióra. És akkor, amikor teljesen véletlenül, illetve számomra véletlenül Párizsban voltunk, és, és teljesen véletlenül a, a egy ilyen, ilyen, ilyen csoportos út, idegen vezetővel, fantasztikus volt egyébként, loire kastélyok és Párizs, imádom a kastélyokat. szakrakörbe voltunk, Montmartre teteje, egy gyönyörű templom, és egy férfikórus énekelt csodálatos volt, és akkor azt láttam egyszer csak így ülünk, így nézegetjük, kaptunk egy fél óra szabadidőt ide, szabad az idegenvezetőtől, és akkor én látom, hogy egy turkál a táskájába, és egyszer csak így előkerül egy doboz, és így kinyitja a dobozt. Ne, szerintem nem volt neki meg, tehát nem volt neki fix helye, hogy ezt hol fog megtörténni, de valami miatt ott, ott, ott úgy érezte, hogy ez, a, ez az ideális hely. És akkor a tipikus félmes jelenet megint nyilván, amitől én ezt zavarva tudok jönni, és el is szoktam pirulni, hogy kinyitja a dobozt, és így nyílna a férfi szája, és akkor jó van, jó van, ad ide, jó, oké, rendben. És így felhúztam a gyűrűt, tehát sose tudtam meg, hogy igazából mit akart mondani. Meg se, ha tudtál. <laughs> de, figyelj, tehát egyszerűen, de hát tök boldog voltam, meg utána mentem ki a templomból, és akikkel összebarátkoztunk, máig tart a barátság azon az úton egy fiatal párral, nekik mutogattam, de, hogy nem tudják de persze boldog voltam, de én azokban a konkrét szituációkban nem tudok mit csinálni, és erre nem jöttem még rá, hogy én ezt miért rontom el a romantikus pillanatokat. Tehát, hogy miért van az, hogy nem tudom befogni a számot, és csak átadni magamat a az érzéseknek. Ma már ez javuló tendenciát mutat? Mostanában most, nem csókolóztam először, és senki nem kérte meg a kezemet, de hogy, hogy nem hiszem egyébként. Hát nem, nem hiszem, hát mitől lenne jobb találkoztam egy olyan pasival, aki életemben először fordult, azt hiszem elő, és ez a mai napig is tart, aki jobban szeret önmagánál. Jobban szeret téged, mint saját magát? Igen. Ez hol nyert teret? Erre mikor jöttél rá? Nagyon hamar egyébként. Tehát, hogy teljesen más volt nyilván első pillanattól kezdve. Én nem terveztem azt, hogy egy, egy nem tudom, egy húsz éve idősebb pasival kötöm össze az életemet. Tehát amikor elképzeled a, a lány regényeket, akkor ez, ez nem, így, nem, nem így zajlott, de hogy ő nagyon megszerettette magát. Mondjuk a mi kapcsolatunk első része bőven arról szól, hogy nagyon sokat beszélgettünk. És aztán aztán egy észrevétlenül lopta be magát egyébként az életembe, és kezdett el nagyon-nagyon hiányozni. És, és, amikor összekerültünk is, rádöbbentem arra, több például, amikor exek hívtak telefonon. Tehát volt ilyen. Csörgött a telefon, és ilyen minősíthetetlen hang nem beszélt a, a, srác a telefonba. És megkérdeztem, hogy de várjál, mert te mindig így beszéltél, és rájöttem, hogy igen. Ő nem értette a kérdésemet, tehát hogy bennem változott meg valami a férjemmel együtt, és ez valószínűleg már, tehát nem találkoztam addig azt hiszem emberrel, nem találkoztam olyan férfival, aki, aki aki nagy lelkű, nem találkoztam olyannal, aki mer szeretni, aki, aki ki is mutatja az érzéseit. Ő és hogy ez mutatja ki? hát figyelj, ilyen nagyon ölelgetős típus, euh, még ha nem akarnám is, is ölelget, tehát hogy folyamatosan azt néző, hogy nekem mi a jó. Tehát, hogy minden kérdés úgy kezdődik, hogy te mit szeretnél, te hogy szeretnéd. Ami, amit sokszor visszapasszolok neki, mert igazából úgy vagyok vele, hogy én meg szeretek felnézni pasikra, és egyébként tök érdekes, hogy, hogy a pasik nagy részét én mindig azt gondoltam, hogy kiheréltem. Őt egyébként nem tudtam. Ö, és nem is biztos, hogy kiheréltem őket. Lehet, hogy, hogy ez, az egész teljesen fordítva volt. De hogy nem bírtam egy idő után belük, és nem, nem tehát, hogy, hogy nem, tehát nem tudtam azt megcsinálni, amit, amit, amit működik Andrással. Nem, nem, tudtam harmonikus kapcsolatban létezni. És, és nála pedig tényleg azt érzem, hogy, hogy, hogy a mai napig az az elsődleges szempont, hogy én legyek boldog. És, és én ilyen palival nem találkoztam még előtte. De az ilyet vissza is illik adni. Te az a típus vagy, aki tudsz is adni. Én szerintem igen. Hát különben nem, nem hiszem, hogy működne ez így. Vannak tízne, a szimmetrikus kapcsolatok. Nem, 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 nem. Ő, 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 azért nagyon büszke pasi, és egy nagyon okos férfiról beszélgetünk. Tehát valószínűleg, ha ő nem azt kapná ettől a kapcsolattól, amit szeretne, akkor, akkor nem lenne benne. Mondom, most küzdelmes egy picikét a, a gyerek miatt, tehát, hogy ő most egy olyan részt él, él, meg az életében, ami egy, egy, ti, egy, tini, lányjal való küzdelem, az, az valószínűleg nem, nem, a, nem a legkönnyebb eset, de hogy a mi kapcsolatunk pedig nyilván volt a hullámvölgyek. Most például tök érdekes, hogy, hogy például sokkal jobb, mint öt évvel ezelőtt. De minek köszönhető? Nagyon sokáig én voltam az ő támasza, tehát, hogy otthon voltam, a gyerekszülés után egy-egy előadást vállaltam csak, és, és én voltam az ő háttere. Tehát, hogy a, a munkamegbeszélésektől elkezdve, ha valami nehezebb tárgyalása volt, mentem vele, sőt, már egyáltalán, hogy mindig oldom a szituációkat, és ez és ez és mi tök jól működünk így együtt. És... És aztán, amikor jött ez a feleséges megkeresés, nekem ugye volt előtte, nem ugye, hát nem kell tudni, volt előtte egy, egy nem sikeresen zárult ikerterhességem, és akkor úgy éreztem, ha nem az a, az, az utam, hogy én, én nem tudom, sok gyerekes anyuka legyek, akkor, akkor megnézem, hogy a, a régi vágyammal mit tudok kezdeni a, 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 munkában, és akkor megkértem, hogy legyen ő az én hátterem. És nagyon tiltakozott előtt eleinte, pláne ez a feleséges sorozat ellen, tehát, hogy arra nekünk majdnem ráment a házasságunk, és mondtam, hogy hidd el, hogy érzem, hogy ez az a pont, tehát, hogy minden ember életébe legalább kétszer-háromszor én legalábbis azt láttam, van egy olyan pont, hogy 19-re lapot húzol, és általában a te szintethez képest hatalmasat tudsz akkor lépni. Ez halálugrásnak tűnik, mert láttam Iker tesóm esetébe, hogy mi az, amit nem vállalt be, és be kellett volna vállalnia, mert, mert nem, 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 merte például. Aztán ki tudja, hogy, hogy alakult volna, no, de ez az. hogy... Nincs ellenpróba nincs, soha. Nincs, így van, így van, tehát tudok én most okoskodni, de mégis a feleségeknél egyébként én azt éreztem, hogy, hogy, ez az. Tehát én Neki belülről... mi volt a kifogása? Hát az, hogy mi elég zártan éltünk előtte, tehát hogy nem tudom, nem vesz magának olyan autót, amilyen nagyon kifelé élős, az otthonunkban is olyan embereket engedtünk csak be, akik ilyen szűk baráti körben, és az, hogy hirtelen most így kitárulkozzunk, kinyissuk az ajtót egy országnak, az számára, nagyon-nagyon nehéz dolog volt. És az, hogy neki ebben mondjuk kétszer-tíz másodpercet szerepelni is kell, azt meg, azt meg valószínűleg úgy érezte, hogy mintha megerőszakolták. De miattad megcsinálta ezt is. Ja. Igen. Tehát, hogy, hogy egy olyan ember, aki az üzleti életben mozgott világ életébe, és, és mondom, én is az ő háttere voltam, az, hogy forduljon ez az egész, és hogy adott esetben ő ér haza előbb, ő kell bevásároljon, én mindig megfőzök, csak a bevásárlás legyen meg, ő megy el időnként a gyerekért, én minden hajnalba beviszem. De hogy, hogy, hogy ő tud, tudott változni, vagy váltani, és tud az én hátterem lenni, szerintem, ennél fantasztikusabb, meg ennél csodásabb bizonyossága arról, hogy, hogy, téged szeretnek, az azért nincs. De te jól sejtem, és most nem egyszerűsítem le feltétlen a szempontjaidat, de te a kétségkívüli szeretet mellett a racionális döntést is hoztál. Igen. Tehát azt mondtad, hogy végig gondolom észre, ez az ember engem nagyon szeret, én is szeretem. Ilyennel én még nem találkoztam korábban, hogy ennyire szeretnek. És fogok-e még ilyennel találkozni? És ez a kérdés pont megfogalmazódott bennem, hogy jön-e még az életembe olyan férfi, mint, tehát hogy találkozhatok-e még olyan pasival, mondjuk a saját korosztályomból, mert nyilván megkönnyítette volna az életemet, mint ő. És arra a döntésre jutottam, hogy szerintem ilyen nem jön az ember életébe. Látod, hmm. ez a bátorság, amiről beszéltünk, fölismerni egy-egy helyzetet, ja. és úgy dönteni bátran. Ja, és figyelj, a legnagyobb csodák, tehát hogy vannak ilyen pillanatok, amik így annyira, ilyen ja, apró sztorik, tudod, de hogy, a, hogy ö, amikor így érzed, hogy nagyon szereted a másikat, meg, meg hogy nagyon jó, tehát mindig, ami nagyon jó, azt mindig később jövünk rá, hogy jaj, akkor milyen jó volt, amikor öt éve ültem azon, de az adott pillanatot megélni, hogy az nagyon jó, szerintem az ritkán van, és vele meg rengeteg ilyen volt. Tehát emlékszem, hogy megszületett a kislányunk, és két hetes lehetett, anya volt nálunk, és csak kisétáltunk a kert végébe, és így leültünk, tud, és így nem történt semmi egy ilyen május-júniusi nap volt. Csak ülünk, és az érzés, ahogy ül mellettem, és az a, az a szerelem, az a szeretet, az a hála, az egyvelege ennek az egésznek, az valami csoda. És nem történt semmi. Csak ültünk egymás mellett, és, így, és néztünk néztük a természetet, ahogy életezik a gyerekünk bent, és ahol ezek, ezek a lennék csodák szerintem. Elhiszem. Az ötödik illető pedig az apósod. Igen. Ez fura? Nem, egyáltalán nem. Ő András apukája. Igen. Ő mitől tudta ennyire belopni magát a te szívedbe? Szerintem, aki őt ismeri, tehát, hogy aki őt személyesen ismeri, az tudja, hogy ő egy intézmény. Tehát, hogy ezen nála jobb emberrel én nem találkoztam. Egyébként, ő egyébként katolikus papnak készült, és valószínűleg az a fajta jóság, az, az, az úgy elkíséri az egész életébe. Tehát, hogy nála az, hogy adunk, másoknak, én azt, én azt tőle tanultam meg, hogy mindig van pont annyival több még a zsebedben, amit oda tudsz adni másnak, mert neked nincs rá szükséged. Ő a Máltával dolgozott együtt egész hmm. életében, de tényleg az úgy néz ki, és nem csak ünnepeknél, hogy ő azt mondja, hogy na gyerekek, akkor kinél mennyi készpénz van, mindenki kirakja az asztalra, akkor ez most megy annak a családnak, és hogy teljesen mindegy, hogy mi történik. Vagy nem, és nem mondom, nem csak ünnepek előtt, de nyilván ünnepek előtt, így kiadja, hogy akkor milyen családok vannak, ki kihez tartozik, milyen emberek vannak, mire van szükségük és akkor az egész család mozgósítva van, és, és megy és csinálja. Neked ez kezdetben meglepő volt? Hát ez a fajta adás, hogy persze, 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 mert hogy, hogy az ember mindig azt gondolja, hogy egy eleget ad, de nem tudsz eleget adni. És én ennél a családnál tapasztaltam meg azt, hogy, hogy, hogy mindig tudsz még, 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 meg hogy mindig legyen a gondolatodban az, hogy kiken tudnál még segíteni. És ez nekünk a mai napig így van. És kezdve, hogy apósom 96 éves lesz májusban anyósom 91, ők 70 éve vannak együtt, tehát apósom még 6 éve vezetett, akkor vettük el tőle a kocsit, mert már nem látott, mondtuk, hogy ez így nem működik. És hogy, és a mai napig, tehát, hogy egyrészt be kell hozzá jelentkezni, mert valami esemény van mindig nála, vagy valakihez megy, vagy valakinek segít, vagy még azokat a könyveket, újságokat valakihez el kell juttassa, vagy még összerakott valami adományt valakinek, és akkor el kell menni. Az, hogy mondjuk átugrasz hozzá, egyrészt bejelentkezel, hogy otthon van-e. Elképesztő. önellátóak egyébként. Másrésztről pedig. Bejelentkezem, másrésztről pedig, ahogy megérkezel, az az első kérdés, hogy mennyi időd van, na akkor öltözünk, és megyünk, mert ezeket még el kell vinni. És számomra persze, hát azért ilyennel nem nagyon találkozom a környezetemben rajta kívül. És azt megkérdeztet, de nyilván megkérdeztet tőlük, hogy most már 70 valahány éve élnek együtt. 70 éves házasok. Hogy ezt hogy a túróba kell csinálni? Ilyen szépen, <laughs> ilyen tükörsimán, ilyen kétségbe vonhatatlanul. Nem tudom, azt látom, hogy időnként a, apusom lehalkítja a amikor olyan van. Ez lenne a hosszú házasság titka? Üccelek, üccelek, üccelek. De hogy, egyébként egy végtelenül türelmes ember. Tehát nekem nagyon sokba hasonlít nyilván a, férjemre. Az anyósom pedig egy ilyen temperamentumos csajszí. Tök jól kiegészítik egymást, és szerintem a hosszú házasság titka, hogy legalábbis amit én tapasztaltam, náluk is, meg nálam is, hogy, hogy tudnod kell, mikor más csöndbe. Ezt neked meg kellett tanulnod? Persze, hát amikor meglátod a másikat, hogy hazajön a munkából, egy idő után látod, hogy mennyire feszült, nem feszült, jó napja volt-e Tehát hogy én, én tőlem sem lehet egyből kérdezni. Tehát én is úgy vagyok, hogy egy nehéz nap után, hogy most, most ne. És akkor van egy fél óra, és elkezdem magamtól mondani. És a férjem ugyanígy van vele. A posom meg a nagyon édes, egyszer volt egy ilyen beszélgetés, hogy édesem, mivel tudlak fejdegesíteni? Mivel? minden szavaddal. <laughs> Tehát, hogy, hogy Ah, nem tudom, csoda ezt látni egyébként, nyilván nagy csoda ezt látni, hogy hogyan képesek 70 éven keresztül, de szerintem nagyon toleránsok, és, és tudnod kell, hogy, 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 hogy mit, mit, nyilván azt, hogy mit szeretsz a másikban, tudnod kell pontosan helyén kezelni a dolgokat az életedbe, szerintem nagyon sokszor kell monitorozni saját magadat. Én ezt egyébként csinálom talán többször is, mint kéne, hogy hol tartasz, és, és, és tudnod kell, hogy mi a fontossági sorrend és szerintem ez ez mind, mind benne van. Tehát, hogy csábítás mindenkinek az életébe érkezik. Tehát most nyilván én lennék a legnagyobb hazuk, hogyha azt mondanám, hogy egyébként 17 éve egyetlen egy olyan ember sem láttam, akire azt mondanám, hogy na, hát ő... szia, de, 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 de helyes vagy, de, de helyes csávó vagy. De hogy mérlegelsz, érted? Tehát, hogy gondolkozol ilyenkor, és mérlegelsz. Ilyenkor az ember mivel vett számot? Tehát azzal, hogy mit veszíthetek, mekkora fájdalmat okozom a másiknak. Szerintem ez így mindbe, mind Én biztos vagyok benne, hogy igen. Meg ráadásul, tehát, hogy te éltem a fiatalságomat. Nem találkoztam ilyen emberrel. Tehát, hogy ne, valószínűleg nem is nagyon fogok találkozni ilyen férfival, mint amilyen ő. Meg, hogy van egy tök boldog, nyugodt életem. Egyszer, ha a feleséges sorozat kapcsán beszélgettem egy, volt egy ilyen kerekasztal beszélgetés, nem volt kerekasztal, de így hívtuk. Pódium beszélgetés. De, 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 hogy így hívták a kerekasztal beszélgetés, semmi kerekasztal nem volt, tehát nem meg lovagok sem, mindegy. És és tök érdekes volt, hogy egy srác, egy szociológus fiú, akkor még csak a feleségek ment részemről a, a tévében, és egy szociológus fiú megkérdezte, hogy én nem szényelem magam, hogy, hogy ezt közvetítem az emberek felé. És mondom, hogy én 16 éves korom óta játszom színházba, te egyébként láttál valamibe? Mondta, hogy, hogy nem. És mondom, hogy figyelj, én lennék a legboldogabbak, hogyha legboldogabb, hogyha 0-24-ben színházi közvetítések mennének a tévébe, csak mondom, te nem nézed a nézettségi alapok alapján, és mondom, én szégyeljem magam. Hmm. Tehát nagyon fura dolog ez, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon álszentek nagyon vagyunk, és, és teljesen mást mondunk, mint amit egyébként gondolunk, és, és lassan be kell látni, hogy igen, ez érdekli az embereket, nem az, hogy te boldog vagy, és nem történik semmi. Én biztos vagyok benne, hogy arra is lesz most nyitottság, hogy látnak egy embert, aki boldog, ezt én tanúsíthatom, mondom ezt Jó, a nézőknek. Köszönöm, köszönöm. Meg, hogy, meg <laughs> hogy sikerült árnyolni egy kicsit azt a képet, ami talán evidens módon elsőként. Eztükbe itt az embereknek róla. Remélem, hogy így lesz. Biztos vagyok benne. Nagyon köszönöm. Én is köszönöm.